A hagyományokhoz hűen a borrendek felvonulásával vette kezdetét péntek délután az öreghegyi mulatságok. Elsőként Székesfehérvár polgármestere köszöntötte a rendezvény résztvevőit. Büszkék vagyunk mi erre a városra, büszkék vagyunk minden olyan hagyományára, ami egyben értéket is ad Székesfehérvárnak, és ami miatt azt szoktuk mondani, Szent István városa, királyok városa, mi otthonunk. Az új kenyeret Tornyai Gábor plébános áldotta meg. Az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek áldása szálljon erre a kenyérre, és maradjon rajta mindenkor. Östör Anna Mária, a városrész egyik önkormányzati képviselője az öreghegyi mulatságok hagyományának kezdetére emlékezett. Öreghegy vendégül látja a város, ezzel a mottóval rendezték meg először a programot. Ez a motto azt hiszem, hogy nem változott. Ez a rendezvény egy igazi nagy rendezvényé nőtte ki magát, és nagyon nagy szeretettel várjuk az öreghegyieket, a városiakat. Szeretnénk nekik megmutatni, hogy milyen szép és milyen klassz hely ez az Öreghegy. Szeretnénk, hogyha színvonalas műsorral és jó mulatsággal töltenék az idejüket. Öreghegy másik önkormányzati képviselője, Horváth Miklós Csaba is jó szórakozást kívánt azoknak, akik kilátogattak a boritérre. Érezzék jól magukat, remélem, hogy legalább olyan jó sikerül, mint a tavalyi, és reméljük, hogy a következő év is nagyon jól fog sikerülni. Köszönjük mindenkinek, akik megtisztelték figyelmükkel és jelenlétükkel ezt a következő estét és délutánt. Még egyszer nagyon jó szórakozást mindenkinek! Hagyományosan ezen a rendezvényen koronázzák meg a Noé-hegyi Szent István borlovagrend borkirálynőjét, ebben az esztendőben Kis Barbara fejére került a korona.